Sziasztok! Ez a Pergamenre hányt szavak csatornája, és a mai videóban 5 könyvet ajánlok a 21. század kiadótól. Olvastunk már közösen a 21. század kiadótól is, de most nem a közös könyvet hoztam az 5 könyves ajánlóba, hanem másik 5-öt, amit olvastam a kiadótól, és amiket nagyon szerettem. Alapvetően nagyon szeretem a 21. század kiadót is, mert szerintem gyönyörű könyveket adnak ki, míg a Park kiadó ilyen letisztultan gyönyörű könyveket ad ki, addig a 21. század kiadó, főleg ezzel a Kult sorozatával, ilyen csodálatos, gyönyörű borítói könyveket adnak ki. Persze ez nem jelenti azt, hogy a történet is jó, úgyhogy most ide azokat a könyveket hoztam, aminek a története is tetszett. Mielőtt rátérnék a kultkönyvekre, jöjjön egy szimpla kötet a zuhanás előtt. Ezt a könyvet nem olyan sűrűn emlegetem a csatornán, mert még azelőtt olvastam a 21. század kiadótól, de ez egy nagyon-nagyon érdekes könyv volt arról, hogy egy repülőgép baleset után hogyan nyomoznak, hogy ki lehetett a tettes, mi lehetett a dolog, ami miatt lezuhant a repülőgép. És vannak itt túlélők, akik mesélnek erről az egészről, illetve látjuk a hangfelvételt, ami megmaradt. Szóval ez egy nagyon érdekes könyv erről a témáról, én erről mindig szeretek olvasni, mert annyira hihetetlen ez az egész, és szerintem nem igaz történet alapján íródott. Azt mondja a könyv, hogy thriller, mondjuk erre a részre nem emlékszem, de az biztos, hogy ebben a témában ez egy nagyon jó olvasás volt, úgyhogy én ezt tudom ajánlani. A következő egy ifjúsági thriller, ez pedig a 13 perc. Az írónője Szerafimboró egyébként is a műfajban nagyon híres, én ezt a könyvet olvastam tőle, és ez nem volt annyira durva, mint ahogy azt egy thrillertől várná az ember, mivel ifjúsági volt, tehát ez egy gimnáziumban játszódik, és nagyobb hangsúly van ezen, a lányokon, a lányok kiközösítésén, meg ilyesmin, mint magán a halálesetem, mert hogy nincs is haláleset. A 13 perc azt jelenti, hogy a főszereplőnk 13 percig halott volt, majd aztán megmentették, és aztán arról gondolkodunk végig a kötetben, hogy vajon ki tehette ezt, hogy történhetett ez, és aztán nagyon-nagyon sok csavar van a történetben, ami egész új irányokba viszi el a történetet, szóval én nagyon élveztem, nem volt annyira kiszámítható, de nem is volt annyira félelmetes, hogy letegyem, úgyhogy ha valaki a thriller műfajjal akar ismerkedni, akkor én ezt a könyvet ajánlom, mert ez egy nagyon jó kezdés, és nekem ez egy kikapcsolódás volt, meg öröm volt olvasni, ahhoz képest, hogy magát a műfajt nagyon nem szeretem. A következő az Öreg halász és a tenger. Ez ilyen csodálatos kiadásban jelent meg nem olyan régen a 21. század kiadónál, és hát ez egy klasszikus. Hemingway-től igazából elsőre én biztos, hogy ezt ajánlanám, én is azért olvastam el ezt először, de most már tervezem a Búcsú a fegyverektől is elolvasni. Nagyon-nagyon tetszett nekem ez a kötet, nagyon vékony volt, de nagyon-nagyon szépen ír az író. Nagyon tetszett nekem a történet és a vele járó gondolatok az életről, az öregedésről, az élet céljáról, és minden ilyesmiről, és kifejezetten tetszett, hogy nem átlagos helyszínen játszódik a történet, mert itt egy kubai halászt láthatunk, és egy nagyon szívszorító kis történetet vele kapcsolatban. Úgyhogy, ha valaki esetleg nem olvasott még Hemingway-től, akkor elsőre én ezt ajánlom mindenképpen. A következő egy számomra nagyon különleges kötet, ez Naomi Alderman-től a hatalom, ami az első kultkönyvem volt, és a leges-legelső videó volt a csatornán ennek az értékelése, illetve meg is nyerhetétek ezt a kötetet, mert úgy gondoltam, hogy annyira jó ez a kötet, hogy megveszek belőle még egyet, és odaadom valakinek, hogy olvassa el, mert nekem annyira tetszett. Ez egy disztópia, egy nagyon különleges világban vagyunk, ahol a nőké az uralom, mert különleges képesség van a kezükben, tehát tudnak halálni, okozni meg fájdalmat vele, és így átveszik a hatalmat. És több nő is főszereplője ennek a kötetnek, és nagyon érdekes, hogy különböző nők különböző szituációkban, meg hitben, meg ilyesmiben hogyan gondolkodnak erről. Nagyon kidolgozott volt ez a történet szerintem, még képek is vannak benne ilyen bizonyítékként. Nagyon-nagyon élveztem, de nagyon megosztó is a könyv. Én imádtam ezt a kötetet, részletes véleményt belinkelek nektek ide valahova, mert ez volt a legelső videóm, és elég vicces visszanézni. De tényleg nagyon szerettem ezt a könyvet, szóval még most is ajánlom. És a legfrissebb kultkötet olvasásom a familiárisok. Nagyon szerettem ezt a könyvet, de kérlek, hogy ne várjatok tőle sokat. Ez egy jó, szórakoztató kötet, elvileg valós történet alapján íródott, tehát valóban létezett Fleetwood, a főszereplőnk, és valóban létezett ez az egész szituáció, amiben Fleetwood került, méghozzá abba, hogy mindegyik gyermekét elveszíti, és nem tud gyereket szülni, mert meghalnak, és az orvos azt írja, hogy ha még egyet vállal, akkor abba ő is belehal, és itt fogad fel egy bábát, aki segít neki, Elise, mert nagyon nem szeretné elveszíteni sem a gyereket, sem nem szeretne meghalni, és Elise olyan gyógymódokkal próbálkozik, amivel eddig más orvosa nem. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ez igazából a boszorkányságról fog szólni, a boszorkányüldözésről, és valóban megjelenik ez, mint egy mellékszál, de annyira nem kidolgozott, és annyira nem fontos, mint Fleetwood szála. Ez nekem egy nagyon kellemes olvasás volt, nagyon tetszett ez az egész kor, nagyon tetszett, hogy nem annyira véresen komoly, de azért mégis vannak benne problémák. Elég valósághű volt, tehát ne várjatok tőle fantázia elemeket, mert az nincs benne, és hát gyönyörűen néz ki. Úgyhogy én nem csalódtam ebben a kötetben, de tudom, hogy nagyon sokan többet vártak tőle. Nagyon remélem, hogy az írónő másik könyve is megjelenik majd, úgyhogy utoljára ezt tudnám ajánlani a kiadótól. Ezek voltak tehát a 21. százados ajánlásaim, remélem, hogy volt köztük olyan, ami felkeltette az érdeklődéseteket. Ennyit szerettem volna mára, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!